választók, akik Debrecenben már elégedetlenek Kósa Lajos uralmával, ami kicsit kifáradni látszik, mert megrekedt a fejlődés, munkahelyek nem keletkeznek, és nem véletlenül, hogy Debrecenben és Debrecen környékén a fiatalok inkább londoni, müncheni, bécsi, amsterdami, vagy akár brüsszeli állás lehetőségekben gondolkod. Mutyiban, földmutyiban, szügyiggázol, ahelyett, hogy egyébként munkahelyet teremtene és jól létet az itt élők. Ami egy regionális központ, a gyermek onkológiai, hematológiai centrumot, ahol daganatos leukémiás gyermekeknek a gyógyításával foglalkozom. Ezen kívül ugye a művesek készenlétben, tehát veszek részt a koraszülött ellátásban, illetőleg az intenzív osztályos ügyeletben. A magyarokat, a két oldal magyarjait próbálják a politikai erők, elsősorban az Orbán rezsim emberei egymás ellen kijátszani. Ismét üdvözlöm azokat, meg köszönöm szépen, akik eljöttek a különböző sajtóorgánumoktól. Én, ha nem illik pontosítani egy kérdést, mert a kérdés az kérdés, de... Köszönöm szépen! Szép napot kívánok mindenkinek! Köszöntöm a sajtótájékoztató résztvevőit! Tégrend alapján a város épül, szépül, fejlődik, ezt a jövőben is szeretnék így megtartani. Köszönöm szépen! Punya úréknak pedig sok boldogságot kívánok a jövőben, szobrokat lehetőleg ne időntegessenek. Van egy kérdés? További kellemes napot kívánok mindenkinek! Történet lényege, hogy a első kérdés szívja, időközben bevonult.